Sziasztok, tiszteltek, köszöntök mindenkit, te Dezső vagyok. Most egy összehasonlító videóval szeretnék nektek kedveskedni. Viszont ez az összehasonlító videó, ez kilóg sorból. Miért is mondom ezt? Ugyanis ebben nem kettő, hanem három autót fogok összehasonlítani. Bizony a Chevrolet 50 Design 3100-as autóból szeretnék hármat összehasonlítani. Egy 160-as méretarányú egy Matchboxot és egy Hot Wheels t mivel mindegyik egy méretarányú és nagyobb árkategóriájú, ezért döntöttem az összehasonlítás mellett, és hát emiatt kicsikét változtattam a pontozási sémán, de ezt majd az autók története után közlöm veletek. Úgyhogy kezdjünk is bele a videóba, mert hosszú lesz szerintem. Na itt is a három kis gyönyörűségünk, bele is kezdenék akkor az autók történetébe. Már beszéltem egyszer ezen a csatornán ezen autók történetéről, de azért itt is elmondom, ahogy ezt megszoktam tenni. Nos, ugye ez a Chevrolet Advanced Design, ahogy ezt mondottam, 1947 és 1955 között voltak ezek az autók gyártásban. Ez volt a General Motorsnak az első új autótípusa a második világháború után, az 1941-ben megjelent Chevrolet Alkát váltotta le, Amihez képest ez az autó nagyobb, erősebb, meg azért modernebb formájú volt. E, például modernségéhez köthető egy pár dolog, hogy a fényszórókat szépen beleintegrálták a sárvédőkbe, e, kaptak ilyen kis szellőzőt, hát a Velin nem igen, de a másik kettő kocsina lehet látni, hogy ott van a szélvédő előtt. Ilyenek voltak a korabeli személyautóknál, illetve az ajtók azért sokkal nagyobbra nyíltak, és az egybeülés padon, ami ráadásul jól tudom állítható volt valamelyest, e, Hárman kényelmesen elfértek, ami ö, nyilván ezeket manapság már megmosoljuk, hogy állítható ülés, hárman elférnek egy pikában, hát azt a mindenit. De ugye ne felejtjük, hogy ez az 1940-es évek, ami hát nem ma volt. Ö, ö, eléggé nagy sikerű autó volt, konkrétan a pickupok -ok között ez volt a, az első helyen, pedig azért már más autókkal is versenyzett, mint például a Fordnak az F sorozatával, a a Dodge-nak a D sorozatával, vagy a B sorozatával, illetve a studebaker az E sorozatával, és mindegyiknél jobb eladási mutatókkal bírt és igazából az Advanced Design az egy típus család, de kb. olyan szinten, mint az Icarus 200-as, el is mondom, hogy miért, erre a konstrukcióra többfajta felépítményt készített, ugye az Icarus 200-asnál ugye a szólóbusz, csuklósbusz, busz, távolsági busz, helyközi autóbusz, mi egyéb más, ennél ugye a pikáp, kis busz, zárt kabinos furgon, vagy felépítmény nélküli jármű, ugye a megrendelő saját maga akkor így kiválasztotta, hogy mit, milyen felépítményt szeretne a kocsiára. Ez egy nagyon jó pont. Valamint volt egy nagyon érdekes példány, ezt is elmesélném nektek, ez a Canopy Express nevezetű jármű. Gondolom azt kérdeznétek, hogy ez micsoda. Nos, igazából az egy ilyen mozgó zöldséges piac. Ez úgy nézett ki, hogy volt egy zárdobozos furgon, de oldala az ponyvával volt lefedve, a pony, mikor megérkeztél a zöldségeiddel, gyümölcseiddel a városba, hogy eladjad, félreálltál a kocsival egy jó helyre, kinyitottad a ponyvát és igazából a, a zöldségeket, gyümölcseket megfelelően el tudtad helyezni, és igazából lehetett is árusítani. Ugye ez egy egészen érdekes megoldás, és hát kb. ilyen mozgó büfékkel azért már találkozhatunk ezek a furcsákok, -ok, csak hát ezek zöldséget, gyümölcsöt árultak, csak ugye ez miért szűnt meg? Elég egyszerű, Ezekben az időkben kezdődött meg Amerikának a városi. városi Szó szóval a városiasodása most kezdődött meg az amerikai embereknek, ami által ugye több bot volt, volt, és feleslegesítette ezeknek a járműnek a gyártását egyébként, ahogy ennek a gyártása megszűnt, meg is szűnt ez a kivitel végleg. Továbbá ugye létezett két tonnás teherautó változat, létezett rendes autóbusz is, sőt, búdók fülkés változat is létezett, ami nagyjából hasonlított erre a kialakításra. Tehát a lámpák rácsok azok ugyanúgy maradtak, meg ugye az osztó CVD is. Később bosztatlan, de erről is fogok beszélni. Csak ugye ez rövidebb volt, meg magasabb, és szóval emiatt volt egy nagyon sokoldalú jármű. Ö, kezdjük el akkor a kronológiát, mert mindig ö, minden évben változtattak valamit, amit tudtak, legalábbis majdnem minden évben. Ugye 1947-ben, amikor megjelent, azt hiszem ez az, igen, itt volt ugye a tankbetöltő nyírás, és itt olvasható volt a az elnevezés, akkor nem 3100, 3600, meg 3800-as elnevezések voltak, hanem, hanem Thriftmaster vagy Loadmaster, gondolom a terhetésségtől függően. kormányváltós volt, ha jól tudom, három sebességes váltóval lehetett ezeket a kocsikat megvásárolni. Egy 3 os sorhatos motorra, V8 nem volt egyáltalán, és 1953-ig ezzel a motorral, vagy ezzel, na, ezzel, a motorral futottak ezek az autók, teljesen független, hogy milyen kivitel. 1949-ig tartott ez az elnevezési séma. Ha jól tudom, már akkoriban is áthelyezték már nagyjából ide a tankbetöltő nyílást, és ahogy látom, ezen is itt van. Ide a jobb oldalra, az utasajtó mögé közvetlenül ezt így oldották meg, ahogy ezt látom, mondjuk ezt nem tudom, hogy ezt most minek jelentettem ki, majdnem elfejtettem, amit mondani akartam, ugye megjelent az új elnevezési sém, hogy a 3100 a, 3100 a tonnásokra, a 3006-os a 3 tonnásokra, tehát az a 750 kg-osokra vonatkozott, illetve a 3800-as értelemszerűen a, az 1 tonna teherbírást uh, rejtette magában. Uh, aztán 1951-ben uh, megjelentek a pillangó ablakok, sajnos ezeken az autókon uh, uh, nem lehet látni, pedig akkoriban már uh, jelent meg a pillangó ezen a, ezeken a gépkocsikon, illetve a belteren is változtattak, például egy időben ilyen gesztenye, gom, gesztenye színű gomb volt a szellőzőnyírás bekapcsolója, aztán átváltottak egy ilyen acél kapcsolóra, aztán a műszerfalat, műszerfal korábban krómozott, volt, később, az már festve volt, de igazából ilyen nagy volumenű változtatásokat nem igazán eszközölgettek az autókon, meg hát az elnevezési sémákat variálgatták, így-úgy amúgy. Aztán 1954-ben jött az igazi úgymond áttörés, amikor meg, megjelent egy új hűtőmaszka, hát manapság ezt fésztíftnek nevezzük, tehát akkor 1954-ben jött a facelift, egy úgynevezett Bicor nevezetű hűtőrácsot kapott, ugye ezek a visszintes rácsok eltűntek, és akkor egy ilyen keresztben lévő lécekből álló rácsot kapott, tehát így és így, így keresztbe állt, aztán egy oválisabb formát vett fel, de ami a talán az egyik leges, legfontosabb, az az ovális szélvédő, ugye láthatjátok, hogy mind a három autó ö, osztott ugye ezek még a facelift előtti változatok, Továbbá már két új motorra is lehetett kérni, azok is sorhatósak voltak, egy 3.9-es meg egy 4.3-as sorhatós motorral lehetett ezeket az autókat beszerezni. Továbbá azért annál a az autónak a belterét is megváltoztatták, úgy lett a kormánykerék, illetve a műszerfal pulton is változtattak némileg, és 1955-ben szűnt meg ennek az autótípusnak a gyártása, amikor leváltotta a modernebb és erősebb Chevrolet Task Force, amiben már megjelent a V8-as motor, meg mi egyéb más, de az már egy másik téma. Nos, hát igazából az autók történetéről ennyit. Hát ugye láthatjátok, hogy akkor hát három autóról lesz ma szó. Ez az 1,60-as méretarányú Welly, 1953-as évjárat, ha jól emlékszem. 1947-es évjáratból ez itt a Matchbox, és ez pedig az 52-es változat. Igazából ugyanúgy néznek ki. Gyakorlatilag ezért is döntöttem az összehasonlítás mellett. Egy méret ráadásul hogy majd, hogy nem egy árkategóriában vannak. És hát akkor változtatok egy picikét az elnevezési sémán. És hogy egyszerűbb legyen a dolgom, készítettem erre a kis papír egy ilyen kis táblázatot. Ugye szokásos módon 7 szempont alapján fogom őket értékelni. Viszont picikét variáltam. Hogyha a normális verseny lesz, akkor mondjuk a legjobb kapja az egy pont, a kettő pontot, a közepes az egyet, a a harmadik nullát fog kapni. Aztán hát eléggé sokfajta változat van. Holt versenynél mind a három egy pontot kap, tehát ilyen hármas volt versenynél. Ha mondjuk van egy olyan, ami kiemelkedik akkor a többi közül, akkor ez kap egy pontot, a többi semmit. Vagy hogyha kettes holt verseny van, akkor egy-egy pontot kap a kettő, a, amelyik alul marad, az pedig nem kap semmit, és igazából ezt a sémát fogom akkor így alkalmazni ebben a videóban. <coughs> Bocsánatot kérek a kőgésért, csak hát nyeltem. Nos, e, akkor kezdjünk is bele. Hát ugye, ami szembetűnő, hogy a veli az kicsi aránytalan. Ki vannak dolgozva a fényszórók, nagyon szépen, meg az embléma is, meg hogy azért nagyon szépen ki van krómozva a hűtőrács, de nézzétek meg ezt a hűtőr, ez a hűtőrács ez nagyon aránytal, tehát nem ilyen hasábalakot alakot kéne látnunk, hanem inkább ilyen hútrapészszerűt, mint amit látunk a Matchbox-nál, meg a Hot nál azoknál jól kivető, viszont azoknál az a nagyon nagy probléma, hogy piszok ronda, így, hogy nincsenek kidolgozva a fényszórók, ráadásul a hátvésznál hiányzik a lökhárító, de azért, ez egy tuning autó. Oké, azt akkor elnézzük, de amíg ezeknél szép a hűtőrecs, de nincsen se embléma, se fényszóró, addig ennél pont fordítva van a helyzet, úgyhogy mind a háromnál van valami pro és kontra, úgyhogy mind a három kapni fog egy-egy pontot így né, ez így megvan oldva, mert ugye fel kell őket írni. Nos, hát akkor az elejét már le is tudtuk, következzenek az autóknak az oldalai. Hát a Vellini, én nem tudom magam túltenni, hogy egy ilyen veterán autóra, ami ráadásul nem is ilyen tuningolt fajta, hanem tényleg egy ilyen klasszikus formát idéz, tehát mindenben. Pont ezt a felnit kellett, hogy megkapja. Én nem azt mondom, hogy ez a kerék alapvetően rossz, de ez az autóhoz nem illik. Én nem tudom, hogy ezt kitaláltak ide. Ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet volt, de legalább szépen megtalálható rajta az elnevezés. Itt pedig azért látunk valami klasszikusabbat, itt, itt egy egy cégjelzést láthatunk igazából, ugye 57-ben indult, ha jól látom, tehát valami szervizet próbál hirdetni. Itt nincsen elnevezési séma, pedig mindegyiknél olvasható valami, ahogy itt sem látható ennél a matvekete hatfilsznál, de itt azért eléggé mintában gazdag igazából meg azért így tuninggal egészen jól néz ki ez az autó, tehát hozzá passzol kerekeket kapott, ahogy ez is, ugye díszácsos kereke, kerekeket kapott szerintem. Nem kell nagyon ecsetelnem, hogy a 47-ben nem ilyen autó kerekekkel futkároztak a gépkocsik Amerikában, pickupok pedig pláne nem. Úgyhogy hát kettős-hót verseny alakult ki, ráadásul a cringe egyiknél sincsen kidolgozva, úgyhogy hát erről ennyit. Kettős hótverseny, Wheels Matchbox kap egy pontot, a velli, Hát sajnos egyet sem fog, akkor Velli az nulla, Matchbox ne, hát pedig egy-egy. Hát a Velli az most kezd alul maradni. Nézzük meg akkor az autóknak a hátulját is. Nos, hát mit tapasztalhatunk? Hát ugye a Matchboxnál ugye nincsenek kifestve a lámpák, de legalább azok vannak, sőt még rendszámtábla is van. A lökhárítót azt hagyjuk, mert ugye a hátvérszal szemben az nem lenne túlságosan igazságos meg hogy ezeket a kis oldatlévő ablakokat, azokat elfejtettem mondani, hogy ezek plusz extrák voltak, ezek az úgynevezett öt ablakos kivitel, ugye a szélvédőt sosem számítják bele, hanem két oldalsó ablakot, a hátsót, ez a három ablakos, meg a sarokba lévő ablakokat, ez így öt ablakos. Hát ugye a Valley az pont az a változat, ahol ez nem volt meg. Valley-nél sincsen lámpa, a Hot Wheels-nél sincsen, még rendszámtábla se, viszont itt van, megvan a Chevrolet dombornyomos felirat, itt viszont nincs, hát a Hot hát sajnos az így nincsen jól megoldva, hogy nincsen semmi se, gyakorlatilag csak a kipufogót látjuk, hogyha jól sejtem, hát akkor hát, Kettős verseny Matchbox Velli az kap egy pontot, a hátvész az most nem fog kapni egyet -egy sem. Hát akkor, Velli, Matchbox, egy-egy és Hot Wheels, nulla. Na hát akkor, így egészen vállalhatóan haladunk a, eh, ahhoz képest, hogy ez egy újfajta séma, és hát azt gondoltam, hogy többet kell egy kicsikét szüttyögni. Na most fog eljönni a és hogy megpróbálok belenézni a beltérbe. <kül> Hüha. Szerintem megfáztam, bocsánat. Na, hát a hát vízbe betekinteni, hát jobb, hogyha elfelejtjük. Hát ez a piros műanyag, ez nem éppen segíti elő ezt a dolgot. Egyáltalán van beltere ennek a kocsinak? Én nem úgy látom. Na mindegy, ez felejtős, ráadásul be se lehet nagyon nézni. Hát akkor marad a Valley és a Matchbox. Hát a Matchboxnál legalább be lehet nézni, és azért látjuk ezt a koron koronkormánykereket semmilyen műszerfalon, meg semmilyen üléssel és most akkor jön a Velli. Itt azért már sokkal szebb maga a kormánykerék, meg azért jobban áttekinthető így maga a beltél, hogy így le van húzva az ablak, műszerfal, pultos, semmit sem de azért a kormánykerék észrevehetően szebb. Hát szerintem egyértelmű, hogy a Velli megkapja a két pontot, a Matchbox kap egyet, a hátvész pedig hát most se kap semmit, úgyhogy kettő, na várjál, kettő, egy, és akkor nulla. Nos, következzen akkor a járműveknek az alváza. Hát mindegyiknél hát így fest. Hát igazából egyiket sem nevezném különösebben a részlet gazdagnak, gazdagnak, talán a Vellinél azt, hogy van kipufogó kardentengely, meg egyéb más, itt viszont laprugók találhatóak meg, ami szintén nagyon jó. Itt pedig hát ugye nagy kipufogót találunk meg, és hát a Hot logó miatt szépen el van tüntetve a kardántengely. Hát igazából, hát egyik igazából ugyanaz. Tehát itt igazából egyik sem különösebb jobb, mint a másik. Ez inkább egy ilyen, hát én inkább azt mondanám, hogy egy hármas hót mert ezeknél van kipofogó, itt nincs, itt kardentengely nincs, itt van, ennél van laprugó, ezeknél nincs, tehát mindegyiknél van valami pro és kontra, egyszerűség kedvéért ez inkább legyen egy hármas holt akkor az így megvan, akkor így oldva, akkor mind a három kap egy pontot. Gurulás! Na nézzük akkor, hogy melyik mit tud. Szerintem növesztenem kéne egy harmadik kezet, hát három kocsit így elgúrítani, valami iszonyat nehéz, hát ne tudjátok meg, hogy milyen nehéz. Mint a Matchbox picikét jobban gurulna, most a hátvész volt az. A Veli az egyszer sem tudott kellene felgyorsulni, várjunk, ezt így elhelyezem és átnyúlok a telefon felett. Ú, ez pokoli nehéz így. Na nézzük akkor. A Veli az egyszer sem gyorsult fel annyira. Tehát vagy a Hot Wheels, vagy a Matchbox-a gyorsabb. De a Hot Wheels pedig elgurul, elmegy kirándulni. Hát azért én azt vettem észre, hogy a Hot wheels jobb a gurulása, a Hot wheels nak a legjobb. A második a Matchbox, hát a Valley, hát az a baj, hogy a Valley során nem tudja a gurulást, én felvenni a versenyt a ö, többivel, úgyhogy akkor Hot Wheels 2 pont, Matchbox 1 pont, és Valley 0 pont. És akkor most beszélnék egy picit az érték arányról ugyanis ez is meg egy külön misét meg ugye az elérhetőségről is, akkor most már a Hot igazából mindenhol megtaláljátok Tesco, Ocean Kik, már Kikben is lehet kapni Pepco, Müller Régiójáték, Spar. tehát igazából, ha a játékokról van szó, a Hot Wheels az konkrétan mindenhol ott van, hogyha autókat is lehet kapni, sőt már a postán is lehet ilyeneket venni azt nem hiszitek el, hát pedig én is vettem egyszer egy autót onnan aztán a Matchbox az is már majd, hogy nem mindenhol elérhető, de például postán, meg a kikben nem lehet már kapni, de ugye ez is majd, hogy nem mindenhol felbukkan. Mind a kettő autó olyan 7-800 forint körül elérhetőek, de inkább 750. A velli a 730 730-ért érhető el, de ennél már jóval szűkebb az a kör, ahol meg lehet vásárolni, Pepco és Tesco ezeket az autókat meg lehet vásárolni. Hát igazság szerint mindegyiknél, ahogy láthattátok, volt valami, aminek köszönhetően szólnak pro és kontra évrek mindegyik autó kocsi mellett, illetve ellen. Igazából én azt gondolom, hogy ennyi pénzért mind a három teljes mértékben megfelelő, mindegyiknek megvan a maga előnye, de megvan a maga keresztje is, úgyhogy igazából ez is egy ilyen há hármas volt verseny lesz, és akkor most fogom akkor kiszámolni, hogy melyik autó mennyi pontot kapott. Egy, kettő, négy, van akkor hát ide teszem, hát kicsikét hátrét teszem, ide, így jobb lesz szerintem ez így 1 2 ez 4 pont rosszul írtam a kettes, de amúgy ez így 4 pont 5 és 6 pont, akkora veli az 6 pontot kapott. Jön a Matchbox, az igazából mindig kapott egy pontot legalább. Tehát úllátsik, hát a Matchboxnak volt meg a nagyon nagy előnyem. Hot Wheels 2 3 5 és 6 Hát ez egy eléggé szoros küzdelem volt, de végül is a dia, az, a, ezt a mérkőzést a matchbox nyerte meg. Hát Talán azért, mert így még a vendéghez képest is viszonylag realisztikusabb, még hogyha egyes részletek, részleteket tekintve annyira nem nevezhető annak például ugye nincsenek kidolgozva a fényszórók, meg, a, meg, az embléma, meg mi egyéb más, de például nagyon szép az alváz, hogy megvan a, megvannak a laprugók hozzá, nagyon szépen áttekintető a beltér, nagyon szépek a kerekek rajta, nagyon jó passzolnak hozzá, hát a trióból ennek passzol leginkább hozzá. Hát megmondom őszintén, én a valley -ben most egy kicsikét csalódott vagyok, mert egyrészt most ennél egy szintben van a Hot és alul marad a matchbox szemben, de hát ugye a gurulás az nem éppen a legjobb, az eleje az eléggé aránytalan, ezért alakult ki hármas volt verseny már az elején, azok a felnik, azok még mindig meg tudnak engem bolondítani, úgyhogy hát igazából ezért csalódtam egy picikét, de azt azért szeretném tudatni, hogy az én szavam az nem szentírás. Majd azért ti is írjatok le a komment szekcióba, hogy melyikről nektek mi a véleményetek, és egy esetleg ti hogy értékelnétek ezt a három autót. De így összességében. Ez csak egy vélemény volt. Én mind a három autót tudom nektek ajánlani. Más-más érvek vannak. Legalábbis nekem más-más érveim vannak. Úgyhogy igazából ennyit tudtam elmondani, és akkor most következzék a végszó. Hát, valamivel több mint 20 perces lett ez a videó. Hát, valami ilyesmire számítottam, hogy ezért lesz ilyen hosszú ez a videó, de sokkal gőrödülékenyebben ment, mint ahogy szoktam, mert én egyetlen egyszer készítettem ilyen hármas összehasonlító videót, és az kis és szütyögősebben ment, mint ahogy gondoltam, de ez sokkal könnyebben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha tetszett ez a videó, akkor ezt kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a többi videót is, stb. Ha nem tetszik, akkor nyugodtan lehet disztájkolni és megjönni a videóval kapcsolatos kritikát. Illetve hát kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti eh, eh, hogy vélekedtek erről a három autóról, és ha esetleg nem értetek velem egyet, akkor nyugodtan menjünk bele egy ilyen normális vitába, megvitatjuk, hogy kinek mi a véleménye, és akkor megmondodva szerintem a helyzet továbbra is szép napot kívánok, sziasztok!